Egyre jobban ráig az MSZP-re az újabb videóbotrány, továbbra sincs személyi következménye a pártban a hamis videónak. Pedig egy reggeli tévéműsorban a szocialisták elnök helyettese bejelentette, hogy belső vizsgálatot indítanak. Ezzel tehát elismerték, hogy hibáztak. Az ügy és annak kezelése egyre jobban kezd hasonlítani a 7 évvel ezelőtti bajai hamis videóbotrányra. Az MSZP akkor is napokig magyarázkodott, végül mindent beismertek, és több vezető politikusok is lemondott. Korozs Lajos távozását ezúttal is egyre többen követelik. Nyilvánvalóan egy kommunikációs táv dönti el azt, hogy mivel foglalkoznak. Az MSZP-ben egy kommunikációs táv döntött a Korozs Lajos nevéhez köthető videóról. Ebben egy magát mentősnek kiadó nő is szerepelt. Szakács László, a szocialisták elnök helyettese az ATV Start című műsorában szerdán úgy fogalmazott, bár Korozs Lajos szakmailag fedhetetlen, a botrány miatt belső vizsgálat és felelősségre vonás is lesz a pártban. Itt nyilvánvalóan a frakcióban is ezt végig kell vitatni, az elnökségben is végig kell vitatni, hogy mi történt. Ez a nagyszerű asszony azon túl, hogy főállásban mentőtiszt, hospice-ellátásban segítkezik. Az ügy előzménye, hogy az MSZP közösségi oldaláról azóta eltávolított videóban a nő azt állította, 43 éve dolgozik mentősként, a kórház kiürítések miatt pedig szerinte emberek haltak meg. Többek között az ő kezei között is. Ha jól emlékszem, 10 beteget vállalt be, és durván 10 nap alatt abból 9 meg is halt. A videóban visszatérő képsorokon mutatják az Országos Mentőszolgálat Budapesti központját, illetve az állami szervezet gépjárműveit munkaközben. Korozs Lajos hol a Markó utcai székház előtt beszél, hol pedig a mentőkkel illusztrálják Németh Attila történeteit. Egy dolgot nem kalkuláltunk be, valószínű ez, hogy az OMS-nek az érzékenységét, és nem akarunk senkit sem megbántani. Ott volt hétfőn az ATV stúdiójában az MSZP-s politikussal Németh Attila is, akit hiába foggatott a műsorvezető, nem árult el, melyik cégnél szolgál mentős tisztként. Nem szeretném kimondani itt adásban a nevüket. Az OMSZ viszont közösségi oldalán tudatta, hamis látszatot kelthetett egy nő, akinek nincs semmi köze az OMSZ-hoz, de az egészségügyi szakdolgozók nyilvántartásában sem szerepel. A videó pedig felháborodást váltott ki a mentő dolgozók körében. Mondjon le! Ha pedig ezt nem teszi meg, Volner János a házelnöknél fogja kezdeményezni felmentését Korozs Lajosnak a Népjóléti Bizottság elnöki tisztségéből, jelentette ki a Független Országgyűlési Képviselő a Kossuth Rádió szerda reggeli műsorában. Volner János felvetette azoknak a kormánykritikus sajtóorgánumoknak a felelősségét is, akik egyből átvették Korozs Lajos hazug videóját csak azért, hogy a kormányt rossz színben tüntethessék fel. Most azt látjuk, hogy a baloldali képviselő egy elképesztő fake news gyártásba, egy hírhamisításba kezdett, azzal, hogy kamu a szereplő, akit megszólaltatott, több millió magyar ember elhitte Korozs Lajosnak, elsősorban az ellenzéki szavazók, hogy ez a videó, amit ő közzétett a Facebook oldalán, ez valós tartalmú, ez bejárta a teljes balliberális médiát, zárójelben jegyzem meg, egyetlen balliberális médium nem kért ennek a videónak a közzétételéért bocsánatot. Egy ilyen helyzetben dobta be ezt a politikai atombombát saját magára az MSZP. A jelenlegi videóbotrány a koronavírus járvány alatt kialakult álhír áradat egyik elemeként kezelhető, fejtette ki Boros Bánk Levente az M1-en. A Médianézőközpont igazgatója szerint felháborító, hogy országgyűlési képviselők terjesztenek hamis információkat. Egy országgyűlési képviselő, aki ennyire a felsül a saját tevékenységének köszönhetően, és igazoltan egyébként hazugságba keveredik, és annak a terjesztésébe keveredik, én azt gyanítom, hogy az összedi beszédhez hasonló helyzetbe kerülhet, és kerülne is egyébként egy jól működő ellenzéki pártban, és a pártnak pedig kötelessége lenne akár kizárni a saját soraiból, akár pedig lemondásra felszólítani a saját képviselőjét. Információink szerint a videó elkészítésében résztvevő kommunikációs csapattagja volt Nyakó István sajtó főnök, Vért Zoltán az MSZP netes média felületeinek felelőse, és Szalai Tamás Lajos a szocialisták brüsszeli képviselőjének, Újhely Istvánnak a kabinetfőnöke. Az MSZP sajtóosztályával kell fordulnatok, nem beszéltek erről a történetre, mert ők az illetékesek. Szalai Tamás Lajos korábban a Népszabadság újságírója volt, a videóban való érintettségéről pedig nem mondott többet híradónknak. Főnöke, Újhely István közösségi oldalára azt írta, Szalai Tamás Lajos az MSZP videójának felvételéhez mindössze technikai segítséget nyújtott a szabad idejében.
Úgy tudjuk, a videó megjelentetését Tóth Bertalan pártelnök hagyta jóvá, de látta azt Harangozó Tamás frakcióvezető helyettes is. Mindketten jogász végzettségűek.